Ma délelőtt 10 órakor 100 000-en szavalták a himnuszt szerte a világon. Az együtt szaval a nemzet kezdeményezéshez az új helyi iskola is csatlakozott. Egy e-mailből hallottak a lehetőségről. Miután többször hallottam már azt, hogy Jordán Tamás nagy versmondásokat szervez, úgy gondoltam, hogy érdemes lenne ehhez a felhíváshoz csatlakozni, és így kezdtük megszervezni a programot. És azért a 7. évfolyamot választottuk, miután ők tanulják idén a himnuszt, tehát hozzájuk közelebb áll ez a téma. Az iskola aulájában közel 50 diák gyűlt össze. Az interneten keresztül egy monitoron várták Jordán Tamás instrukcióit, aki a Budai Jenői Általános Iskolából vezényelte nemzeti imádságunk elmondását. A Magyar Kultúra Napján tartották a közös versmondást. A diákok azt is tudták, mitől jeles ez a mai nap. Kölcsey Ferenc ezen a napon írta meg a himnuszt. Az előzetes regisztráció alapján 100 000 honfitársunkkal együtt szavaltak az újhelyi diákok. Ez nagy élményt jelentett nekik. Jó érzés volt, és jó érzés volt tudni, hogy mások is mondják velünk. Szívesen vettem benne részt. Először még nem tudtunk róla, de szerintem nagyon jó élmény volt, főleg, hogy ez így összehozta a diákokat. A tárgyi tudás átadása mellett a hazafiasságra nevelés is az iskolák feladata. Ebben is segített a mai közös versmondás. Átérzik ennek a jelentőségét, és szívesen vettek részt ebben az egész programban, és nagyon lelkesen próbáltak meg, megcsinálták végig az egészet. A diákoknak sem pusztán egy vers a himnusz, mélyebb jelentést is hordoz számukra. Magyarok vagyunk, és hogy jó magyarnak lenni. Magyarok vagyunk, és ugye tartsunk össze. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz írását. 1989 óta tartjuk január 22-én a Magyar Kultúra Napját.